A korábbi időszakban a csokoládé fesztiválokat a belvárosban tartották, amikor a rendezvény időtartamára lezárták a bár környékét és a Rákóczi utat a Kossuth tértől egészen a 37-es számú főút csatlakozásáig. Miután a rendezvény névváltozáson ment keresztül, a tavalyi évben már az új helyszínen, a város Miskolc feleli határában, a benzinkút mellett lévő területre hívták a szervezők a fesztiválozókat, és az idén is itt szórakoztak 3 napig a bérletet, belépőjegyeket váltók. Csütörtökön már megkezdődött a színpadok felállítása, és többek között óriás kereket is szállítottak a magánterületre. Péntek délutánra minden rendelkezésre állt, hogy elkezdődhessen a nagyszabású programsorozat, amelyben a város önkormányzata már nem vesz részt szervezőként, csupán közterületet ad át 3 napra, ahol a beléptetés történik. A szervezés az egy alapítványi szervezés, ugyanaz a csoport szervezi, éppen itt váltunk el a főszervező úrtól, akivel az hiszem már tavaly jó kapcsolatot sikerült kialakítani, Schmidl Péter úrnak hívják, aki a szervezés élén áll, mert mindig lenni kell egy főszervezőnek, és most már második alkalommal a Artúr Fesztivál nevet viseli, ezzel nyilván a csokoládé is főszerepben van, de mint hagyományosan korábban a Szerencsi Csokoládé Fesztiválon jól láthatóan az evés-ivás és hát a zene, éppen mondta a főszervező úr, tájékoztatott, hogy 3 olyan együttes fog fellépni, ami a Sziget Fesztiválon is húzó zenekar volt. Rendkívül örvendetes, hogy ennyi sok fiatal, ennyi sok gyerek van. Ugye azt is köszönjük a szervezőknek, hogy szerencsiek ma este ingyen betekintést nyerhetnek ebbe a feelingbe. És hát miköze van szerencsnek, szerencsen vagyunk. Én úgy gondolom, teljesen mindegy, hogy ki szervezi, találja meg benne a számítását. Mi a másik oldalról azt látjuk, hogy egy jó szórakozási lehetőség. Itt a vihar előtti csend van az energia áremelkedésben, de úgy gondolom, hogy mindig kellenek olyan dolgok, ahol az ember felfrissül, kikapcsolódik, szórakozik, és ez a fesztivál alkalmas arra. Jó hírét keltse a környékbeli, jó étkeket szolgáltató vállalkozóknak, a Szerencsi Csokoládénak. Sokan döntöttek úgy, hogy célzottan idejönnek, és ez a város jó hírnevét kelti. Mindenféleképpen a szórakozás, a kikapcsolódás mellett bennünket ez is érdekel, hogy helyi kereskedőknél hagyjanak forintokat, helyi szállásoknál hagyjanak forintokat, és hát természetesen a helyiek is érezzék, hogy van egy ilyen fesztivál. Ez Tokaj-hegy aljának, a borvidéknek is fontos, hogy ebben hál' Istennek szerencse megvan, és teljesen mindegy, hogy ki szervezi. Én, mint polgármester azt mondom, hogy az első perctől támogattam azt az ötletet, hogy a városnak ismerjük a pénzügyi kondícióit, örömmel fogadtam és segítségnek vettem, hogy ez itt megszervezésre kerül ez a fesztivál. Szerencs jó hírének az öregbítését, lehetőséget az embereknek a kikapcsolódásra, szórakozásra, és az, hogy mindenki megmutassa magát, a magyar zokzenei életnek a kiválóságai, a szervezők, és hát mindenki megtalálja a magának való ennivalót és szórakozást, és a közben a város is büszke legyen arra, hogy itt 11 néhány éve zajlik egy most már országos hírű fesztivál. Bár korábban a Szerencsi Együttes, a Hooligans az utolsó napon az esemény lezárásaként lépett színpadra, az idén azonban a rendezvény nyitányaként szórakoztatták a rajongóikat. A több ezres tömegnek igazán nem okoztak csalódást csipáik, hiszen fergeteges koncerttel indították az Artúr napokat, ami vasárnap éjszaka ért véget Szerencsén. A szavakban van a hatalmam, csak olvasd ki a szemem.